Ezek a képek még tavaly készültek a Csíplek Kalocsa Fesztiválon, de az idei évben is hasonlóan gazdag kulturális és gasztronómiai kínálattal várják majd a szervezők a látogatókat. A szeptember 9 és 11-e között megrendezésre kerülő eseménynek a program kínálatát a napokban egy sajtótájékoztató keretein belül ismertették. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel vették a felkérést és vágtak bele a feladatba, hogy megrendezzék a térség egyik legnépszerűbb eseményét. Az év egyik legnagyobb kulturális eseményéhez érkezünk, Kalocsán, hiszen szeptember 9-től 11-ig rendezzük meg a Kalocsai Paprika Fesztivált, és ez az első olyan év, amikor különböző korlátozásoktól mentesen tudjuk ezt megtenni, és alapvetően nem nehezített pályán, mint amit a Covid sajnos ránk rótt. Nagyon-nagyon színes programokkal készülünk, és rengeteg program lesz ezen a három napon látható és hallható. Pénteken egy agrárkonferenciával indul majd az esemény, aztán a Szent István Király templomban lesz terményáldással egybekötött szentmise, aztán a szabadtéri színpadon 17 óra 30-kor ünnepélyes megnyitó veszi kezdetét. Az esti órákban a fesztivál színpadon elindul a nagy fesztivál hangulat, hiszen 19 óra 30-kor DJ Dominik lesz majd látható és hallható, 20 óra 30-kor a Kowalski meg a Vega, aztán 22 órakor pedig egy nagy fergeteg DJ partival készültünk. A háromnapos rendezvényen Kalocsa két hungarikumát, a fűszerpaprikát és a népviseletet, illetve az ehhez kapcsolódó kultúrát is igyekeztek előtérbe helyezni a szervezők, így megrendezésre kerül majd a főzőverseny is, ami évek óta hagyomány ezen a rendezvényen. Szombati napon reggel 8 órakor indul majd a főzőverseny. Baráti társaságoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek hirdettük meg ezt a főzőversenyt. Tulajdonképpen az egyetlen kritérium ezen a főzőversenyen az, hogy nagyon jó minőségű helyi paprikával kell az ételt elkészíteni. Aztán 10 órakor a házasságkötő pavilonban egy kerekasztal beszélgetés veszi majd kezdetét. Kalocsai lokálpatrióták lesznek a beszélgető partnerek, és a paprika szerepéről fogunk majd beszélgetni. A szabadtéri színpadon 10 órakor a Pódium Színház előadásában lesz majd látható a Ludas Matyi zenés mesejáték kicsiknek és nagyoknak. 15 órakor főszerepben a Kalocsai Népművészet címmel hívtuk meg a kalocsai hagyományőrzőket, a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesületet, a Kalocsai Mezei Virágok Népdalkört, a Piros Rózsatánc Együttest, tehát alapvetően egy nagy kalocsai népművészeti forgatag lesz majd a színpadon. 17 órakor a paprikás ételeknek a főzőversenyének az eredményhirdetése lesz majd látható. Aztán a fesztivál színpadon 18 óra 30-kor a Don't Stop the Queen fogja majd szórakoztatni az előadókat, 20 órakor pedig az Edda művek ad koncertet, 21:30-kor pedig Roberto Rios fogja majd zárni ezt a szombati nagy fesztivál hangulatot. Az érsekkertben helyet kapó, immár 31. alkalommal megrendezett fesztiválon a színes programkínálaton túl még kézműves vásár, gasztrokert és vidámpark is várja a kilátogatókat.